Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismét a csatornámon. Ezúttal Advent 4. hétvégéjén, igazán közel a karácsonyi ünnepekhez. Ebből az alkalomból egy igazán karácsonyhoz köthető verset hoztam nektek. Fogadjátok sok szeretettel! Üdv újból a csatornámon, hát most már igazán közel vagyunk a karácsonyi ünnephez, ez alkalomból a 4. gyertyát is meg fogjuk gyújtani az adventi koszorunkon, és most, hogy karácsony ünnepe már ennyire közel van, egyértelműen arra hangolódunk, ez alkalomból pedig egy nagyon szép verset hoztam nektek. Előre kívánom bocsátani, hogy nem vagyok egy poéta, és nem tudok szépen verset mondani, úgyhogy ennek most tényleg nem ez lesz a jelentősége, hanem azért hoztam pont ezt a verset, mert ez az, ami számomra leginkább a karácsonyhoz köti a vidéki életet, avagy leginkább meghatározza azt, hogy miért szép vidéken élni. Mint tudjátok, mi a fővárosból költöztünk vidékre, ez biztos, hogy sokan korábbi videókból, vagy ha esetleg blogon követtek, akkor pedig pláne olvashattátok, tehát nem egy nagy titok. És ezért gondolom azt, hogy igenis van még romantikus jelentősége annak, hogyha az ember vidéken él. Mindegy, lényeg, hogy fogadjátok sok szeretettel ezt a verset, és ezzel egyúttal boldog karácsonyt is szeretnék kívánni minden kedves követőmnek. Ady Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének, az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorban indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumba minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni. Szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egyerülhatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Köszönöm szépen, hogy végighallgattátok ezt a verset az én előadásomban.
Ahogy mondtam, nem vagyok egy versmondó tehetség, ez szerintem látható is volt. Kérem, hogy ezt nézzétek el nekem, nem ez volt a dolog lényege, de azért remélem, hogy így is sikerült vele közvetítenem azt a mondani valót és tartalmi lényeget, amit így az ünnepek előtt szerettem volna vele megragadni. Egyúttal így közvetlenül karácsony előtt szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy minden kedves nézőmnek és követőmnek nagyon boldog, meghitt és áldott karácsonyi ünnepeket kívánjak, lehetőség szerint szeretteitek körében. Kívánom, hogy mindenkinek azt hozza el az ünnep, amit igazán vár tőle. Természetesen a jövőben is találkozunk, ha tehetitek, kövessetek, mert az ünnepekre egy nagyon különleges videóval készülök. Nem mindennapi, úgy is mondhatnám, hogy ez az a videó, amit még nem láthattatok tőlem, nem is véletlenül mondom ezt, de hogy mi is ez pontosan, majd meglátjátok és megtudjátok. De mivel, hogy advent 4. vasárnapja, illetve most még szombat estéje van, ezúttal meggyújtjuk a koszorunkon a 4. gyertyát is. És akkor, ahogy ígértem, egy kicsit belepillantunk a lucanapkor elültetett búzánkba is. Ez most jelenleg a felvétel készítésének pillanatában egy 6 napos növényke, mert ugye december 13-án lucanapján ültettük el ezt a búzát, és mindjárt mutatom így kezem mellett jobban látható, hogy mekkora növénykéket eresztett már. És remélhetőleg ez szentestéig, illetve karácsonyig teljesen szépen ki fog már fejlődni, zöld növénykét eresztve, és addigra már remélhetőleg jól fog kinézni, ha betesszük a karácsonyfa alá. Ez egyébként nem a lucanapi videón látható búzaültetés eredménye, de azzal párhuzamban ültettük el ezt is, teljesen egyszerre, csak ez egy másik típusú, máshonnan származó búza. Úgy látszik, hogy ez előbb kihajtott, a másik még nem igazán akart megindulni, ezért mutatom most egyelőre ezt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban is, tehát tegyetek így legközelebb is, szerintem most érdemes lesz. További jó ünnepi készülődést és ráhangolódást kívánok, illetve pár napon belül pedig akkor mindenkinek nagyon kellemes ünneplést. Vigyázzatok magatokra, szervusztok!